A finiséhez érkezett az Albacom férfi kosárlabda csapatának felkészülése. A hétvégén már a bajnokságban a Debrecen ellen hazai pályán kell helyt állniuk Simon Balázséknak. Alakul a csapat, nem mondom, hogy kész vagyunk, hiszen még ugye a felkészülésben vagyunk, a új játékosok érkeztek még a múlt héten, meg előtte is, úgyhogy még van mit javulnunk, de azt gondolom, hogy felkészültünk a bajnoki sorozatra. Hazai pályán szeretnénk jól kezdeni a szezont, egy győzelme azt gondolom nagy lökést adhat a csapatnak a továbbiakhoz. Alakulunk tényleg, úgyhogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen egy szezonnyitó az sosem könnyű. Van egy kisebb kicsi sérülésem, az Achillesem egy picit begyulladt, de amúgy teljesen rendben vagyok, úgyhogy játszani is fogok szombaton. Dzumics mester szerint a csapat a nyáron nem erősödött, ennek oka elsősorban Hanga Ádám távozása. Jön a nagy érvágás a csapatnak, egyszerűen ilyen pótathatatlan játékost, de nekünk ugye meg kell tovább edzeni, tovább játszani úgy, hogy az valahogyan meg kell oldani. Hétvégén indul a bajnokság, ugye a Debrecent fogadják idehaza. Mire számítanak azon a mérkőzésen? Én azt hiszem, hogy abszolút favoritok lépünk pályán a Debrecen ellen. Nem csak azért, mert tavaly volt nagy különbség két csapat között. Gondolom a hazai pályán csak a győzelem elfogadható az első meccsen. Természetesen érkezők is vannak Fehérváron. Mohamed El Amin nagyon élvezi városunkban az életet, és jó véleménnyel van a csapatról. Célja, hogy bajnok legyen az Alba. I like it here. It's a nice city and I like the players on the team. Szeretem ezt a gyönyörű várost, jó fejek a csapattársaim, szóval szeretek itt lenni. Azt gondolom, jók vagyunk. Tavaly majdnem bajnokok lettek a srácok, sokan maradtak is közülük, ami jó. Én meg azért jöttem, hogy segítsek a csapatnak megnyerni a bajnokságot. Az előző szezonban a Pécssel játszottam már a rájátszásban, az Albacom pedig majdnem bajnok lett. Remélem, velem sikerül megnyerni, én pedig minél jobb teljesítménnyel segítségére leszek a csapatnak. Egy szóval, bajnok akarok lenni. Szombaton tehát bajnoki rajt itt Fehérváron a Debrecen ellen, reményeink szerint győzelemmel.